Itt a nyár, a hét második felében már kánikulát jósolnak a meteorológusok, a meleg pedig a vízpartra űz minket, de egyáltalán nem mindegy, hogy hová. Nem mindenhol lehet csobbanni. Erről is szó lesz a mai műsorban, nézzük, hogy mivel várjuk még Önöket a következő fél órában. Enyhül a járvány, lassan visszaállhat a szokott rend a megyei kórházakban. Templom felújítás megyeszerte, csak nem 2 milliárd forintos program indul. Veszélyes vizeken csak ott lehet fürödni, ahol a tábla nem tiltja. Gyakorlatilag túl vagyunk a járvány harmadik hullámán, így lassan visszatér az élet a rendes kerékvágásba. A legnagyobb terhet pandémia idején a kórházak vitték, ahol szintén enyhülhet a nyomás. Vendégünk dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházak főigazgatója. Kezdjük foglalom, jó estét kívánok! Köszönöm. Akkor most már ténylegesen tapasztalják, kicsit önök is, vagy nem kicsit feljelegeztek. Mondhatjuk így van, ezt? Így van, csökkentek az esetszámok, és jóval kisebb terhelés van jelenleg a kollégáinkon. De ennek ellenére a vírus itt van velünk, és továbbra is vannak olyan részlegeink, olyan intenzív részleg és általános részleg, ahol a koronavírus gyanús, vagy a koronavírus fertőzött betegeket kezeljük. Azt mondja, hogy jóval kisebb az esetszám. Tud mondani nekünk konkrétumot, akár viszonyítás gyanánt is, hogy mennyi volt mondjuk a legmagasabb, és most? A harmadik hullám csúcsán, ami március második felében volt, 626 beteget ápoltunk a kórházi osztályainkon, ez Nyíregyházán és Fehérgyarmaton összesen, és jelenleg összesen 43 beteget kezelünk a kórházban, a betegek nagy része általános osztályon van, és most eltolódott az arány a pozitívak irányából, a gyanús betegek irányába. Tehát még mindig az éberségünket fenn kell tartanunk, gondolnunk kell a vírusra, hogyha jellemző tünetekkel jelentkezik egy beteg, akkor addig, amíg nem győződünk meg arról, hogy nem pozitív, addig gyanúsként elkülönítve kezeljük. Volt egy olyan élethelyzet is, hogyha jól tudom, a harmadik hullám, hát félig meddig már lecsengési időszakában, hogy ugye kevesebb volt az esetszám, de az intenzív osztályon még mindig sokan voltak. Most egyébként mi a helyzet? Az intenzív osztályos betegek száma egy kicsit lassabban csökken, ütem szerint, de nyilván az intenzív osztályon az esetszámok nem érték el a több százat szerencsére. A legmagasabb szám az a megyében, amikor egyszer egy időpillanatban intenzíven ápoltunk betegeket, az körülbelül 150 volt. Ma már 10 alatt van az intenzív osztályon kezelt betegek száma, de egy latenciával követte a csökkenés, az általános részlegeken észlelt csökkenést. Olyan előfordult, hogy valakit nem tudtak felvenni az intenzív osztályra? Nem fordult elő ilyen. Kitűzött célunk volt, hogy annyi kapacitást biztosítunk, és annyi intenzív ágyat biztosítunk, és állítunk rendelkezésre, amennyi szükséges. De természetesen az esetek minősítésénél, amikor el kell dönteni, hogy egy beteg intenzív, vagy szubintenzív, vagy általános minősítést kap, és milyen felszereltségű ágyon kell őt ellátnunk, akkor mindig számít az, hogy mennyi a rendelkezésre álló kapacitás. Amikor a járvány csúcsán jártunk, és a járvány csúcsát kellett megélnünk, akkor természetesen a legsúlyosabb eseteket tudtuk intenzív osztályra tenni, de másnak is a közepesen súlyos esetekben is tudtunk monitorozni, vagy szorosabban megfigyelni. Ma már amikor jóval nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, talán az enyhébb eseteket is a biztonság kedvéért az intenzív osztályon kezeljük. Gondolom még nem állt vissza teljesen a rend, ugye? Ez hogyan történik, hogyan fog történni? Jó kérdés, hiszen a visszarendeződés legalább olyan nehéz, mint amikor a járvány érdekében a kapacitásainkat át kellett fordítani a koronavírusos betegek ellátására. Ugye, ha csak belegondolunk abba, hogy épületeket ürítettünk ki, osztályokat költöztettünk át más épületbe, mátrix osztályokat hoztunk létre annak érdekében, hogy a szakmák megmaradjanak, de csökkentebb kapacitáson tudjanak működni, az is egy nagy feladat volt. Egyik napra a másikra költöztek osztályok a kórházba, más se lehetett látni egy időben, csak hordágyon tologatták az eszközöket és mindenféle felszerelést, amire szükség volt. A visszarendeződés legalább ilyen nehéz, és fokozatosan kell megtegyük, hiszen mindenkinek van feladata, a betegellátás az elsődleges, és akkor, amikor tudunk, akkor egy-egy osztály tápolási egységet visszanyitunk. Már jelentősen
javult azoknak az ellátási körülményeknek a lehetősége, akik visszatudtak költözni az eredeti helyükre, de még ma is vannak olyan osztályok, akik Mátrixban működnek. Ezen a héten és a jövő héten viszont újabb költözéseket és ápolási egység megnyitásokat tudunk tervezni. Valamilyen céldátumot meg kellett fogalmazniuk ezzel kapcsolatban? Az újranyitással kapcsolatosan csak a fokozatosság elvét kellett meghatároznunk. Ugye a lehetőség, amikor májusban adottá vált a tervezhető ellátásokra, az maga után hozta azt is, hogy nagyobb kapacitásokon kell működnünk, hiszen a járvány alatt csak a sürgősségi ellátást tudtuk végezni. Ehhez kevesebb ágyszám is elég volt. De a tervezhető ellátások visszanyitásával már a kapacitásainkat is bővíteni kell. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy a dolgozóink fáradtak, hiszen rendkívül nagy leterheltségnek voltak kitéve az elmúlt másfél évben, ezért a visszanyitásnál a fokozatosságot a szabadságolások betervezése is jelenti, hiszen jön a nyár, és a dolgozóinknak szüksége van a regenerációra. Hát igen, ha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt szabad nekik ugye szabadságra menni, éppen azért, hogyha szükség van valakire, akkor a megfelelő létszám, illetve a teljes létszám álljon rendelkezésre. Megsokszoroztuk az intenzív kapacitásainkat a normál időszakhoz képest, nyilván ehhez sokkal több személyzetre volt szükség, emiatt a szabadság kiadását korlátoztuk, csak nagyon indokolt esetben tudtak elmenni a dolgozóink szabadságra, azonban jelenleg a kórház vezetésének, a menedzsmentnek és az egészségpolitikai vezetésnek is az a szándéka és a célja, hogy a fokozatosság mellett a szabadságokra adjunk lehetőséget. Ugye most a kormány döntése értelmében 10 nappal több szabadság jár az egészségügyi dolgozóknak, akik a járvány elleni védekezésben részt vettek. Ezt a szabadságot jövő év végéig lehet kivenni, tehát azért lehet tervezni és lehet ütemezni, annak érdekében, hogy az ellátásainkat biztonságosan tudjuk folytatni. Na, én ezt akartam volna kérdezni, hogy akkor nem kerül veszélybe az ellátás e tekintetben. Egyébként azt lehet tudni, hogy milyen orvosi ellátások, vagy milyen műtétek állnak vissza, állnak helyre, tervezhető időpontra. Ezt ugye a betegek részéről fontos lenne tudni. Azt kell tudni, hogy a sürgős szükség esetén minden műtétet elvégeztünk. Ezek természetesen akut műtétek, amelyek akkor jelentkeztek, nem tudtuk előre, ezekre folyamatosan fenntartottuk a szükséges műtői, anesteziológiai kapacitásokat. Folyamatosan végeztük az onkológiai műtéteket is, tehát a daganatos betegek, amiatt, hogy járványhelyzet volt és korlátozottan működtek a kapacitásaink, nem kerülhettek hátrányba. Most első körben az egynapos műtéti tevékenységre van lehetőségünk, ugye a legnagyobb számban a szemészeti műtétek azok, amelyek egynapos kategóriába tartoznak, de vannak nőgyógyászati, ortopédiai, sebészeti, traumatológiai műtét típusok is, amelyeket egynaposként lehet végezni, de ma már valamennyi tervezhető műtétre van lehetőségünk, akár az ortopédiai csípő műtétekre is. Természetesen várakozni kell, hiszen a betegek feltorlódtak, a járvány időszakban ezeket a műtéteket nem végeztük, és így most azok a betegek, akik sorban állnak, és gyakorlatilag várólistán vannak, ki kell, hogy várják azt az időpontot, amikor lehetőségünk van a műtétekre, de azon vagyunk, és azon dolgozunk, hogy a nyáron folyamatosan, még a csökkentett kapacitások mellett is, de ezeket a műtéteket folyamatosan tudjuk végezni. Azt lehet tudni, hogy a Fehérgyarmati Kórház meddig lesz COVID kórház? A Fehérgyarmati Kórház már nem COVID már kórház. Nem. A Fehérgyarmati Kórházban májustól visszálltak az ellátások. Nagyon nagy munkát végeztek a kollégák, és a Fehérgyarmati Kórház valamennyi dolgozója tulajdonképpen a COVID ellátásban vett részt. Sok beteget láttak el, nagy terhet vettek le a megyei kórházról azzal, hogy a terület, ugye a Mátészalkai, Fehérgyarmati, Csengeri és még a Nyírbátori járás betegeit is ők látták el. Nagyon magas színvonalon és nagyon jó minőségben, de most már vissza tudtak állni, nagyon várták azt az időpillanatot, amikor vissza tudnak állni a nem COVID ellátásra, és fokozatosan telítődnek az osztályok, tulajdonképpen valamennyi fekvőbeteg osztály rendelkezésre áll. Eddig ugye a betegekről beszélgettünk, de hát természetesen a betegeknek, hála Istennek, a legtöbbnek vannak hozzátartozói is. Ők hogyan látogathatják meg a betegeket? A hozzátartozókat jelentősen korlátoztuk a járvány alatt, hiszen látogatási tilalom volt minden részlegen.
Ma már csak a koronavírusos betegeket ellátó részlegeinken van látogatási tilalom, de a kapcsolattartást, hogyha súlyos állapotú a beteg, vagy különösen szükség van arra, hogy a hozzátartozóval kapcsolatba lépjen, megengedjük. A többi osztályunkon, ahol nem látunk el koronavírusos betegeket, ott szabályok betartásával, de látogathatnak, védettségigazolvánnyal vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR eredménnyel tudnak látogatni. Egy betegünkhöz egy időben egy látogató jöhet, és egy látogató egy órát tartózkodhat maximum a korteremben. És lehetőleg, hogyha javul az idő, akkor az udvaron vagy a szabadtérben fogjuk megoldani a látogatást, ezzel is csökkentve az infekció veszélyét. Változás, hogy az utóbbi időben most már átállnak készenléti oltási rendre, ugye a kórházak is, ez mennyiben érinti önöket, hiszen önök is oltópontot üzemeltettek. Így van. A tömeges oltások idején 55 oltópontot kellett üzemeltetnünk. A normál időszakban körülbelül 30 volt az, ami a kórházi oltópontot jelentette. Ez valamennyi telephelyünkön, ahol fekvőbetegellátást végzünk, illetve a nyírbátori járóbeteg szakrendelőre vonatkozik. A készenléti ellátást én úgy definiálnám, hogy annyi oltópontot működtetünk, amennyi jelentkező van, és hogyha szükséges, akkor nyitunk újabb időpontokat és újabb oltópontokat. Tehát valamennyi telephelyünkön jelenleg még elérhető a Pfizer, a Sinopharm, illetve a Sputnik vakcina is, és ahogyan majd az igények csökkennek, úgy fogjuk bezárni, és úgy fogjuk csökkenteni az oltópontok számát. Hát ezt úgy kell elképzelni továbbra is, hogyha valaki szeretne regisztrálni, akkor ténylegesen akár aznap is egy oltópontra regisztrálhat, mint ahogyan eddig is. Megkülönböztetném a regisztrációt az időpontfoglalástól. Regisztrálni kell a koronavírus.gov.hu oldalon, a regisztrációnak pedig aktívvá kell válnia ahhoz, hogy azt követően online időpontot tudjon foglalni bárki. Ha időpontot foglalt, akkor akár aznap is megkaphatja az oltást, az előzetes folyamatot, hogyha végigvitte. És konkrétan akkor az STK épületében, ugye? Mondhatjuk azt, ott még továbbra is működik akkor az oltópont. Igen, az STK földszintjén több rendelőt átadtunk és oltópontot működtettünk, de pont azért, mert az ellátásokat most már visszaszervezzük a normál kerékvágásba, ezért az oltópontjainkat egy helyre koncentráljuk. Ez a Jós András Oktatókórházban, a Szent István úti telephelyen, a gyerektömnek a mély földszintjén lesz. Ott 4 oltópontot folyamatosan egész nyáron, tehát akár őszig is fent tudunk tartani, és így az STK-t vissza fogjuk tudni adni a normál betegellátásnak. Mi történik azzal, aki egy védőoltást megkapott, de mondjuk a második védőoltására nem tudott valamilyen oknál fogva elmenni, ő akkor hogyan jelentkezhet a következő időpontra, ami itt a teendő? Ugye minden védőoltás egy tólig nappal beadható a második oltásként, úgyhogy amennyiben ebben az időintervallumban még benne van az oltakozni vágyó, akkor fel kell keressem az oltópont koordinátorunkat, ezt egy e-mail címen vagy telefonszámon megteheti. A honlapunkon közölni fogjuk, és ezt majd ellenőrzöm a műsor végén, hogy ez pontosan elérhető-e mindenki számára, és hogyha ezen jelentkezik, akkor tud egyénileg is időpontot egyeztetni, hiszen az első oltáskor mindenki megkapja a második oltásra az időpontot, természetesen mi erre készülünk, és ezt várjuk, hogy ekkor jelenjenek meg. Ha előfordul bármilyen esemény, akkor megoldjuk a második oltást. Itt a nyár, sokan szeretnének utazni, és hát ahhoz, hogy utazzanak, nem elég sok országba a védettségigazolvány, de még le is kell fordítatni ugye az ehhez szükséges dokumentumokat. Önökhöz lehet fordulni a tekintetben? Igen, a kétnyelvű vakcinakártya egy kicsit csúszva érkezett hozzánk, és nem tudtuk már az első időpillanattól kezdve ezt adni az oltakozóknak. Most már, hogyha szükséges, és ha nagyon indokolt valaki számára, akkor azon az oltóponton, ahol az oltást megkapta, kiállítják számára a kétnyelvű vakcinakártyát is. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Csak nem 2 milliárd forintból újulhatnak meg templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezt jelentette be Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkára nemrég Nyíltereken. A programból részt kapnak katolikus, református, evangélikus és zsidó templomok és imahelyek. Az egyik helyszín a nyírteleki görög-katolikus templom lesz, ahol megerősítik a lábazatokat és kicserélik a nyílászárókat. Az elmúlt évben újult meg a nyírteleki görög-katolikus templom tetőszerkezete. A homlokzatán és a lábazatán azonban látszik, hogy további korszerűsítésre van szükség. Most a szükséges forrás is megkapja a gyülekezet a munkához. Az állami templom felújítási programra sikeresen pályáztak és nyertek pénzt.
Nyírteleki görögkatolikus templomnak a külső felújítására fog sor kerülni. Ez a homlokzatnak, a szigetelésnek a végbevitelét, illetve az árkád és a nyilázároknak a felújítását foglalja magában, körülbelül 15 milliós keretből. Ennek a megvalósítása már akár holnaptól kezdődhet, és a befejezési határideje az 2022. május 31. A megyei templomfelújítási program bejelentésén Soltisz Miklós, a miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkára is részt vett. Azt mondta, a Kárpát-medencében összesen 1800 templomot felújító programból 137 érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek, az itt élő hívő emberek mindenképp jól vették ki a részüket, legyenek papok, lelkészek, parókusok, hiszen összességében 49 katolikus templom, 85 református templom, 2 evangélikus templom és 1 zsidó felekezeti imaház fog megújulni. Ez annyit jelent, hogy 130 templom tehát, amely megújulhat, 1 milliárd 883 millió forintból, tehát közel 2 milliárd forintból és 108 településen. Nyírteleken nem ez az egyetlen templom, ami a program részeként megújulhat. A város evangélikus és református temploma is kapott forrást a korszerűsítésre. Ez a templomfelújítási program nagyon sikeres volt a Szabolcs 2-es választókerületben. 20 település tartozik ide, plusz Nyíregyházának egy kis része, és elmondhatom, hogy 16 település nyert. Én azt szoktam mondani, hogy 16 plusz 1, mert 16 település nyert, elsősorban nagy számban a görögkatolikusok és a reformátusok, de nyert egyet-egyet a római katolikus, a tiszalöki templom felújítására, illetve az evangélikusok itt Nyírtelken. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy ez a 16 pályázat sikeres volt, és van még egy plusz, mert nem olyan rég tettük le az alapkövét a Szent Anna katolikus általános iskola tornacsarnokának, vagy sportcsarnokának, Palánki Ferenc püspök úr jelenlétében, és ott pedig saját erőből fejlesztenek. Tehát azt tudom mondani, hogy Nyírteleken mind a reformátusok, mind a evangélikusok, mind a görögkatolikusok, mind a rómaiak, a római egyházhoz tartozók nyertesei ennek a templomfelújítási, illetve iskolafelújítási programnak. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a megyei templomfelújítási program nem csak hitéleti, hanem gazdasági szempontból is fontos. Nem is kérdés, hogy azok a templomok, amelyek akár az elmúlt évtizedekben vagy évszázadban épültek, akár a történelem sok-sok évszázadit átvészelték és átélték, azoknak időnként meg kell újulniuk, meg kell szépülniük. Tehát érthető dolog az, hogy az egyházi vezetőink indultak ezen a lehetőségen, és beadták a kérelmüket, és magyar kormány mindezt támogatta. Érthető az, hogy az a szakrális hely, a templom, az a hitéletet erősíti, lelkeket erősíteni szolgálja, éppen ezért mi segítünk abban, hogy mindezek megújuljanak időről időre. De másik oldalról, és talán itt Nyírtelekre is mondhatnám, alpolgármester asszony fele, hogy egy-egy közösség, hogyha ilyen lehetőséget kap, ahol egyszerre 3 templom is megújulhat, ott több szempontot is figyelembe kell még venni. Az egyik az az, hogy helyi mesterek, helyi vállalkozók, helyi szakemberek tudnak dolgozni, ezzel is munkát adva az ott élőknek, helyben élőknek, mondhatni az, hogy kis léptékben is, de abban is részt vesznek akár a nyílterekiek, akár pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek, a gazdaság újraindításában segítséget adjanak maguknak is, családjuknak, közösségüknek, és persze az egész országnak. És a következő szempont megint csak települési szempont, szépül ebből és ettől sok-sok falu, sok-sok város, sok-sok nagyváros is. És hogyha szépülnek a településeink, annak van kihatása adott esetben a turizmusra is, ez is a helyben élőket segíti, őket szolgálja, tehát ilyen olvasata is van ennek a támogatásnak. Hozzáteszem azt még, hogy ez az 1800 templom, ami meg fog épülni, nagyságrendileg 26 milliárd forintos támogatást kapott a magyar kormánytól, és mindenképp fontos üzenet volt, hogy ezt a döntést a magyar kormány húsvétnak az idejében, nagy héten tette meg, ezzel is jelezve azt, hogy kereszténység számunkra fontos, a kereszténység nálunk érték, meg is fogjuk tartani és meg is fogjuk őrizni.
Az állami templom felújítási programot idén húsvétkor jelentette be a kormányzat. A nyertes 1800 templomból 1400 Magyarországon található, míg további 400 a határon túli magyar lakta területeken. A teljes program 26 milliárd forintból gazdálkodik. Csábít a szabadba a jó idő, sokan pedig az első útba eső tóba, folyóba is beugranának ilyenkor. Nem mindegy azonban, hogy hol frissítjük fel magunkat, ugyanis komoly büntetésre számíthatunk, ha tilosban fürdőzünk. Noha évről évre egyre kevesebbeknek jut ez eszükbe, vízi balesetek még így is bőven előfordulnak a hazai vizekben. A szabályokat persze a kijelölt fürdőhelyen is fontos betartani. Több helyen kúszott 30 fok fölé a hőmérő higanyszál az elmúlt napokban. A meleg időnek köszönhetően a 20 fokot is meghaladta Tisza vizének hőmérséklete Tokajra Kamaznál. Ez már sokak számára elég kellemes ahhoz, hogy csobbanni támadjon kedvük. A szezon itt a napokban indul el, de a napelnyők és különféle vízi sporteszközök többsége már kikerült a partra. A nyitásig a búják is a helyükre kerülnek, hogy ezeket hova helyezik el, az a vízmagasságtól és a sodrástól is függ. Utóbbit a mentésnél is figyelembe veszik a vízimentők, ha valaki bajba kerül. Gyakorlatilag amit szoktunk használni, az a mentőpatkó, illetve a mentőbúja. Ez ugye sokaknak inkább úgy ismerős, mint a bévacsos mentőeszköz. Juhász Tibor közel 15 éve foglalkozik vízimentéssel. Ezen a partszakaszon főleg darázscsípés és kagylóvágás, kánikula esetén pedig rosszul lét, hőguta vagy napszúrás fordul elő. Súlyosabb eset ritkán történik, amikor ezekre az eszközökre lenne szükség. Erre ráfektetem. Tehát ugye a hóna alá, és akkor ezzel együtt ugye én is belekapaszkodok, és hátúszással elkezdem kiúzni a mentek félt. Illetve van egy mentőpatkónk, tehát ez akkor, amikor ugye rá kell úszni. Van egy mentőpatkónk, ami a 15 méter kötél tartozik, 15-20 méter, őt esett partról is be lehet vetni, tehát ehhez nem kell bemennünk ugye a vízbe, illetve a mentőgyűrű, ő ugyanezt a célt szolgálja, csak ez egy kicsit merevebb, ez egy műanyag gyűrűről van szó. Erre még szokott lenni egy kötél, ugyanígy egy 15-20 méteres kötél, és mindig a mentett fél mögé dobjuk. Tehát sosem elé, sosem rá. Mi dönti el azt, hogy ezek közül az adott helyzetben éppen melyiket használjátok? Ez mindig szituáció függő. Tehát ezt általában ugye mi mérjük fel a helyzetet, hogy hogy ítéljük meg. Tehát ez sodrás vonal, vagy mennyire, tehát a tömeg is. Tehát tényleg ez ilyen szituációs történet, és mindenki egyén szerint eldönti, hogy melyiket fogja alkalmazni, használni először. A fürdőzők nagy része itt visszatérő vendég, ők már azért tudják, mit kell magukkal hozniuk. Fontos ugyanis, hogy felkészülve érkezzünk a strandra. Sokan szokták azt jelezni felénk, hogy kálcium tabletta, ugye mentő eszköz, tehát a mentő felszerelésünkbe elsősegély doboz, miért nincs, tehát ugye nem tartozéka, tehát akinek tényleg darázscsípésre, szúnyogcsípés, tehát teljesen mindegy, milyen rovarcsípésről beszélünk, ő úgy gondolja, hogy allergiás rá. Mindenféleképpen hozzon magával, mert ez sajnos nem. Tehát ez egy kicsit ilyen tév eszme vagy hit, hogy tartalmaznia kell, nem tartalmazza, mert ugye ez gyógyszertári, és ugye a mentőláda nem tartalmazhatja ezt az eszközt, illetve naptej, folyadék, bevitelre nagyon figyeljünk oda, ja, és telehassal ne menjünk a vízbe. És azért tartsuk be az alsó-felső határ, illetve a bójáknak a távolságát, tehát azon túl ne merészkedjünk, mert ott már elég nagy a sodorvonal, még ha nem is annyira jól úszó, vagy jól úszó, azért meg tud meglepetést okozni. Mert vannak idegáramlatok is, és akkor ugye az egy kicsit becsapja az embert. Úszadékok, a mán ugye az bent ebbe a sodorvonalba, amit ugye nem is lát az ember. Egyúttal a fürdőzőkre és azokra is figyelnetek kell, akik a parton vannak. Mi a helyzet azokkal a részekkel, ami már nem tartozik a kijelölt fürdőhely területére? Ti azokért a területekért is feleltek, vagy azoknál is közbe kell lépnetek, hogyha történik valami? A bóján túli fürdőzésre is azért figyelünk. Mert nyilván itt beindult Tokajba a hajóforgalom,
és ugye jönnek így jetskivel, motorcsónakkal. Nyilván, hogyha valaki a másik oldalról, tehát a szemközti oldalról úszik befele, arra szoktunk szólni, hogy ezt, ha lehet, akkor legközelebb ne forduljon elő, illetve itt vannak a vízirendőr kollégák, ők is nagyon készségesek, és szoktak segíteni, hogyha bármi van, akkor egy telefon is össze szoktunk dolgozni, hogy ezeket megakadályozzuk, mindenféle balesetet. Lényegében mindenhol tilos megmártózni, ami nem fürdőzésnek jelölt hely. Vagy hál' Istennek, vagy pedig hála a virtuális világnak, azért egyre kevesebben vannak a nem kijelölt strandokon, fürdőző helyeken. Valamikor ugye még a mi gyerekkorunkban nagyon sok ilyen vad strand volt, ahová ki tudtunk menni, és az egyes homokpadokat letámadva ott sátoroztunk akár több napon keresztül, és fürdőztünk. A mai gyerek már ugye nem ismeri fel a vizek veszélyeit, nem is nagyon jön ki, de hogyha kijön, akkor nagyon sokszor ugye eszetlenül ugrálnak, felnőtt nem adja át a tapasztalatot, de itt a legnagyobb probléma az, hogy ezek a gyerekek nincsenek tisztában a képességeikkel, illetve nincsenek tisztában a vizek veszélyeivel. Jellemző a felső Tiszára, a mi kis megyénk folyójára, hogy nagyon hirtelen tud mélyülni, a nagyon sok hordalék miatt nagyon szép homokpadok alakulnak ki, aminek a vízmélysége 30-80 cm között változik, és aztán egyszer csak egy méteren belül 3 vagy akár 5 méter mélységet ér el. Gyakorlatilag erről a homokpadról lelépve éri a legtöbb baleset a fürdőzőket. Ugye ezek nem kijelölt strandok. A kijelölt strandokon ki van bójázolt, minden reggel a vízimentő végiglábalja, megnézi, hogy hol van az a vízmélység, hová pakolt át esetleg a homokpadot a folyó. Ugyanis ezek napról napra tudnak változni. Tehát lehet, hogy egyik nap még bementünk, ott 80 cm volt a víz, 2 nappal később ott már van egy úgynevezett lyuk, vagy egy árok, ami kialakult, és onnantól kezdve ott 2-3 méteres a vízmélység. Legtöbbször egyébként úszni tudó is megijed ebben a vízben, amikor így hirtelen belelép, hiszen labdáznak, ugrálnak, játszanak, és amikor hirtelen ugye egy váratlan esemény éri, akkor bepánikolnak. Legtöbb esetben egyébként ez az, ami végzetes gyakorlatilag egy ilyen esetnél. Hát valahogy meg kell őrizni a hidegvérünket, és meg kell próbálni víz felszínén maradni. Ugye folyóvízről beszélünk, ilyenkor nem érdemes kapálózni, mert azzal csak energiát veszítünk, még jobban, még több vizet nyelünk, még jobban el tudunk süllyedni, hanem hogyha nyugodtan tudunk viselkedni, megőrizzük a hidegvérünket, felfekszünk a víz tetejére, lehet, hogy egy kicsivel, néhány mozdulattal, néhány úszó mozdulattal megpróbálunk kijebb menni, és ne foglalkozzunk azzal mondjuk, hogy lejjebb sodródunk, mert néhány karcolás, esetleg, amit szerzünk ilyenkor, de ugye nem lesz végzetes ez az elmerülés. Hogyha többen fürdőznek, és mondjuk csak az egyikük kerül bajba, a másik ilyenkor mit tud tenni? Mi a legjobb, hogyha elmegy inkább segítséget hívni, vagy hogyan tud segíteni a bajba került ember? Ha valaki bajba kerül, és többen vagyunk, akkor mindenféleképpen az első, legfontosabb az, hogy ugye felhívjuk a többi fürdőzőnek is a figyelmét. Olyankor általában, ugye, hogyha van valaki, aki nagyon jó úszó, akkor ő megpróbál segítséget nyújtani. De nagyon oda kell arra figyelni, hogy egy pánikban lévő fuldokló ember, az gyakorlatilag olyan erővel rendelkezik, amit mi el sem tudunk képzelni. Tehát onnantól kezdve mi kerestünk már olyan áldozatot, aki gyakorlatilag kettős áldozat lett, mert a mentésére igyekvő, úszni tudó is vízbe fulladt, hiszen lefogta a fuldokló. Tehát ebben az esetben, ugye itt ennek az a tanulsága, hogy mindenféleképpen használjunk valamilyen segédeszközt, akár egy botot, egy kötelet. Volt egy oktató, aki mindig azt mondta el, hogy a fürdőgatyádat vedd le, és azt nyújtsd oda, hogy téged ne tudjon megfogni. Tehát valamilyen eszközzel, mindenféleképpen csak eszközzel próbáljunk meg segíteni, ne bízunk abban, hogy még hogyha akár egy lány is fuldoklik, hogy őt ki fogjuk tudni egy az egyben menteni. Mi a helyzet, ez úgy mond a jobbik eset, de mi a helyzet, hogyha valaki teljesen egyedül kerül bajba, olyan helyen fürdőzik, ahol nem lehetne, de nincs is vele senki, a kiabáláson túl mi az, amit ő esetleg megtehet az adott helyzetben? Általában ők nem kiabálnak. Tehát aki egyedül fürdőzik és bajba kerül, vagy hogyha akár többen is fürdőznek, már ők nem kiabálnak. Általában örülnek, hogyha levegőt tudnak venni. Ugye az óriási probléma az, hogy
hogy ha nem őrzi meg a hideg vérét, hogyha nem tudja, és már pedig ebben a helyzetben nagyon-nagyon nehéz, hogy az ember a higgadságát megőrizze, ugye próbál ebből a közegből menekülni. Na most, hogyha az emberi fejnek a súlyát nézzük, és az minél magasabbra kerül a víz felszíne fölé, az annál nagyobb súly, ami vissza le fogja nyomni a víz alá. Tehát ezért van ez a jó-jó effektus, hogy föl-le, 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 mert ugye ő minél messzebb próbál menekülni a víztől, ezért egyre jobban kiemelkedik, és mivel nagyobb a súlya, ezért egyre jobban lenyomja. Úgyhogy ebben az esetben csak egyetlen egy megoldás, hogy megpróbálni megőrizni a hidegvérünket, néhány úszó mozdulat a part irányába, és egyébként hagyjuk, ne ússzunk árral szembe, hagyjuk, hogy sodródjunk, és valahol kikötünk a partra. Évente egyébként mintegy 150-200-an fulladnak vízbe hazánkban, ennek nagy része tilosban fürdőzés miatt következik be. Tavaly azonban 100 alatt maradt ezen tragédiák száma. Aki viszont épségben meg is ússza a tilosban fürdőzést, az is komoly bírságra számíthat, ha elkapják. A helyszínen a rendőrség, a közterületfelügyelő, a halászat és az önkormányzati természetvédelmi őr is kiszabhat bírságot vagy figyelmeztetheti az illegális fürdőzőt. A helyszíni bírság 5-től egészen 50 ezer forintig terjedhet, ám ha fél éven belül ismétetten érik a szabálysértőt, akkor már 70 ezer forintos büntetésre is számíthat. Ha feljelentik, akkor 150 ezer forintra rúghat a bírság összege, amit 30 napon belül kell kifizetni. Egészségünk, biztonságunk és pénztárcánk védelme érdekében tehát ezen a nyáron is csak megfelelő helyen, szabályosan és biztonságban fürdőzzünk. Ennyi fért mai műsorunkba, legközelebb szerdán találkozunk, akkor vendégünk lesz Napkor polgármestere, és beszélgetünk a nyíregyházi pilótaképzés 50 évéről is. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!